Sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Be kell vallanom, hogy egy rendkívül tanulságos időszakon vagyok túl. Ugye az elmúlt 2 hétben rengeteg időt töltöttem azzal, hogy az eWorld különböző vásárlási lehetőségeit végigpróbáljam, és ebből készítsek egy használható útmutatót. És így a végén azt gondolom, hogy sikerült összeállítani egy olyan anyagot, ami tényleg segíthet a rendszer megértésében és a napi használatban. Ugye számomra nagyon kellemes meglepetés volt az, hogy a vásárlási folyamatok során az elmúlt 2 hétben ugye egyszer sem tapasztaltam semmiféle technikai jellegű problémát az eWorld rendszer működésében, tehát ugye minden egyes folyamatot gond nélkül végig tudtam csinálni anélkül, hogy ugye a rendszer bármilyen hibát produkált volna. Tehát elmondhatom azt, hogy tényleg üzembiztosan működött folyamatosan. Ugye ma este többféle vásárlási folyamatot és egy tagsági regisztrációt is végig fogok mutatni, ugye lépésről lépésre, és hát nagyon bízom benne, hogy a végére mindenki bátrabban fog majd nekiállni ezentúl a termékrendelésnek az eWorld-ben. Úgyhogy azt gondolom, hogy akkor vágjunk is bele, és kezdjük azzal a lépéssel, amivel ugye minden új regisztráló, minden új tag először találkozik, ugye a tagsági regisztráció folyamatával. Ugye a tagsági regisztrációs felületet többféleképpen is el lehet érni. Ugye az egyik megoldás az, hogy az eWorld fő oldalán, ugye a Legyél tag menüpontra kattintasz. Ugye nagyon fontos, hogyha esetleg a te számodra nem magyarul jelenik meg ez az oldal, akkor ugye itt az oldal tetején a nyelvválasztó menüpontban azonnal át tudod állítani magadnak magyarra. Ugye ennek a regisztrációs megoldásnak egyetlen egy hátránya van, ugye az, hogy a regisztrálónak ismernie kell a te DXM tagsági kódodat, hogyha önállóan akar regisztrálni az oldaladra. Tehát nem biztos, hogy ugye ez a legjobb megoldás. Viszont a másik megoldás az, ha egy olyan linket használsz, ami ugye lehetővé teszi azt, hogy automatikusan téged jelöljön meg szponzorként az oldal. Ugye így bárki ismeretlenül is csatlakozhat hozzád, és ugye ehhez a megoldáshoz a képernyőn megjelenő linket kell használnod, mégpedig úgy, hogy ugye a végéről letörlöd a piros DXN kódod szöveget, és ugye a helyére beilleszted a saját tagsági kódodat. És hogyha ezt a linket ilyen módon ugye elmented, akkor ezt már tudod használni akár különböző hirdetésekben is, vagy a saját weboldalaidon, és ugye bárki, aki erre a linkre kattint és így regisztrál, az egészen biztos, hogy hozzád fog kerülni. Ugye erre a linkre kattintva jelenik meg a valószínűleg már általatok is ismert ugye regisztrációs oldal, ami kezdődik egy ilyen üdvözlő és tájékoztató szöveggel. Ugye egy semmi más dolgod nincs, mint legörgetni az oldal aljára, és ugye rákattintani az elolvastam és egyetértek gombra, persze csak ha valóban elolvastad és egyet értesz azzal, ami itt megjelenik. Ugye a következő oldal az már maga a regisztrációs adatlap, amelyen ugye már automatikusan ki van töltve a szponzorkódod és a neved. Tehát az új regisztrálónak nem kell azzal bajlódnia, hogy ő írja be a szponzorkódodat, hanem ugye ezen az oldalon ez már automatikusan ugye így fog neki megjelenni, és neki semmi más dolga nincs, mint ugye a saját adataival kitölteni ezt az adatlapot. Ugye itt kötelezően a piros csillaggal jelölt üres mezőket kell kitölteni, ugye ami nincs piros csillaggal jelölve, azt is ki lehet természetesen tölteni, de ugye az nem kötelező, anélkül el fogja fogadni a regisztrációt a rendszer. Ugye egy picit lejjebb görgetve ezen az adatlapon, ugye kipipálhatod
bejelölheted a kedvezményezett adatait is, és ugye ki is töltheted a kedvezményezett adataival az adatlapot, ugye ez szintén nem kötelező, de hogyha ide beírsz valakit, akkor ugye ő lesz az, aki a hálózatodat és a felépített üzletedet örökli, örökölheti. Ugye még lejjebb görgetve ezen az oldalon pedig ugye a regisztráló lakcímét kell beírni, és ugye utána folytatás gombra kell kattintani. Ugye itt a következő megjelenő oldalon át lehet tekinteni a megadott adatokat, és ugye le lehet ellenőrizni azt, hogy ugye mindent helyesen rögzítette a rendszer. Ugye itt újra lejjebb kell egy picit görgetni, és ugye az oldal alsó részén be kell jelölni a sárga mezőben lévő jelentkezési és adatkezelési nyilatkozatokat, ugye enélkül nem fog engedni tovább lépni a rendszer, és ugye opcióként be lehet még jelölni azt is, hogyha szeretnél hírlevélre feliratkozni, és ugye ezek után lehet a folytatás gombra kattintani. És ugye itt a kattintás után rögtön egy ilyen kis felugró ablak arról fog tájékoztatni, hogy ugye a regisztrációs folyamatot egy 100 pont értékű vásárlással, vagy egy DSP csomag megvásárlásával tudod befejezni. Ugye itt nincs más dolgod, mint rákattintani az OK gombra. És ugye a következő oldalon pedig ki kell választanod, hogy 100 pontos vásárlással folytatod a regisztrációt, vagy pedig DSP csomagot rendelsz. Ugye itt pirossal bekereteztem ezt a választó gombokat. Én itt most mind a két lehetőséget be fogom mutatni egymás után. Ugye először nézzük a DSP rendelés folyamatát. Ugye első lépésként tehát be kell jelölnöd a DSP rendelést, és utána egy picit lejjebb választani kell egy DSP csomagot a válaszkódot mezőre kattintva, amire ugye a rendszer ismét fel fog neked dobni egy ilyen kis választó ablakot, és ebből a kis legördülő menüből kell kiválasztanod, hogy melyik DSP csomaggal szeretnél regisztrálni. Ha rákattintasz bármelyik kódra, akkor ugye a rendszer meg fogja jeleníteni ennek a DSP csomagnak a tartalmát is. És ugye egy picit lejjebb görgetve láthatod a csomagban lévő termékek fotóját is, és ugye az összeállításnak a részletes adatait is. És hogyha valóban ezt a csomagot szeretnéd megvásárolni, és mindent rendben találsz, akkor ugye a folytatás gombra kattintva tudsz szintén tovább menni. A következő oldalon pedig ugye ki kell választanod az átvétel módját, amire ugye háromféle lehetőség van, ugye a személyes átvétel, a GLS házhoz szállítás és a GLS csomagpont. Ugye a DSP csomag vásárlása esetén érdemes ugye a GLS házhoz szállítást választani, hiszen ugye minden DSP csomag az ingyenes szállítási kategóriába tartozik, és ugye ezen az oldalon semmi más dolgod nincs, mint ugye megadni a szállítási címet, ugye ahova csomagot kéred majd. És ugye ezek után a lap aljára görgetve szintén a folytatás gombra kell kattintani. És ugye a következő oldal az egy összesítő lesz, ami összefoglalja megrendelésed adatait, ugye ezen szerepel a megrendelt termékek, és szerepelnek a szállítási információk részlete is. Ugye itt is egy picit lejjebb kell görgetni, és ellenőrizni az adatokat, ugye, és ha mindent helyesnek találsz, akkor itt is a folytatás gombra kell kattintani. És ugye ezzel el is jutottunk a fizetési információkhoz. Ugye ezen a megjelenő oldalon rögtön lejjebb kell egy picit görgetned, aztán még lejjebb kell egy kicsit görgetned, és ugye az oldal alja környékén fogod megtalálni a fizetési lehetőségeket. Ugye itt választhat banki átutalást, utánvétet vagy bankkártyás fizetést. Ugye ha bejelölted a fizetési módot, ismét görgess egy picit lejjebb, ugye jelöld be, hogy elolvastad és megértetted a felhasználási feltételeket, ugye enélkül sem fog a rendszer tovább engedni,
majd ugye a rendelés gombra kell kattintani, és hogyha ugye a banki átutalást vagy a bankkártyás fizetést választottad, ugye akkor a rendszer át fog irányítani az OTP-nek a felületére, ahol befejezheted a fizetést. Ugye én itt az utánvétes lehetőséget választottam, tehát hogyha én most rákattintok ide a rendelés gombra, akkor ugye megjelenik a megrendelés visszaigazolása, és igazából itt a megrendelés és a regisztráció végére is értünk. Ugye a bankkártyás vagy banki átutalásos fizetés esetén akkor fog megjelenni ugyanez az oldal, ugyanez a visszaigazolás, hogyha befejezted majd a fizetést az OTP oldalán. Tehát DSP vásárlással gyakorlatilag ez volt a regisztráció folyamata. Most viszont ugye visszaugrunk egy picit arra a lépésre, ahol ugye választani lehetett a 100 pontos vásárlás és a DSP rendelés között. És a következő példában ugye azt is meg fogom mutatni, hogyha egy 100 pontos termékvásárlással szeretnél regisztrálni, ugye akkor mi történik? Ugye itt értelemszerűen ebben az esetben a 100 pontos vásárlás opciót kell kijelölni, és ugye itt a megjelenő terméklistából tudsz termékeket választani. Ugye, hogyha nem találod ebben a listában azt a terméket, amit keresel, akkor használhatod az oldal alján lévő kategória választó gombokat, és ugye ezekre kattintva minden termék meg fog jelenni, tehát minden terméket meg fogsz találni. És ugye rendelni pedig úgy tudsz, hogy a termék neve melletti mennyiség mezőben ugye a kis nyilakkal tudod beállítani a darabszámot, és ugye az ilyen módon kiválasztott termékek ugye azonnal hozzáadódnak itt jobb oldalon a megrendelés összesítő ablakhoz, és itt folyamatosan ugye nyomon követheted azt, hogy éppen milyen pontértékű termék van a kosaratba, és ez mennyibe kerül összesen. Ugye itt arra kell figyelni, hogy minimum 100 pontot el kell érnie a termékvásárlásnak, a termékrendelésnek. 100 pontnál több természetesen lehet bármennyi, nincsen felső határ, de az alsó határ az 100 pont, anélkül nem fogod tudni befejezni a regisztrációt. És ugye ha végeztél a vásárlással, akkor itt az oldal alján ki kell választani a szállítási módot, ugye ezt is be tudod jelölni, és ezután pedig ugye a folytatás gombra kell kattintani. Ugye a következő oldal az ismét egy összesítő, ami tartalmazza a megrendelésed összes részletét, ugye itt egy picit lejjebb kell majd görgetned, és ezen az oldalon kell kiválasztanod azt, hogy hogyan szeretnél fizetni. Ugye én korábban most a személyes átvételt választottam, ezért csak bankkártyával vagy készpénzzel tudok fizetni ezért a megrendelésért, de hogyha ugye a csomagküldést jelöltem volna be, akkor itt a lehetőségek között szerepelne ugye a banki átutalás és az utánvétes fizetés is, ugye személyes átvétel esetén csak a bankkártya és a készpénzes fizetés lehetőséget jeleníti meg a rendszer. És hogyha ugye ezt bejelölted, kiválasztottad ezt a fizetési módot, akkor ismét egy picit lejjebb kell görgetni az oldalon, és ugye itt is be kell jelölni azt, hogy elolvastad és megértetted a felhasználási feltételeket, ugye itt sem fog tovább engedni, hogyha nincs bepipálva ez a kis négyzet, és ugye ezek után lehet a rendelés gombra kattintani. Ugye értelemszerűen bankkártyás fizetés esetén ez a gomb az OTP oldalára fog vinni, és ott kell majd véglegesíteni a fizetést, és ugye ezután szintén a végére értünk a regisztrációnak, ugye itt is megjelenik a megrendelés visszaigazolása, ami ugye a tagsági regisztráció és a hozzá kapcsolódó vásárlás minden részletét tartalmazza. Ugye lefelé görgetve itt is megtalálod a megrendelt tételeket részletesen, és ugye a fizetési szállítási információkat is, és ugye itt semmi más dolgod nincs a végén, mint itt az oldal alján vagy kinyomtathatod, vagy bezárhatod az oldalt, és ugye erről a sikeres regisztrációról a rendszer majd e-mailben is fog küldeni egy értesítést, és ugye abban az e-mailben ugyanezek a fontos információk megtalálhatók, tehát a regisztráció és a vásárlás minden részlete. Tehát igazából nagyon egyszerű akár a DSP és akár a 100 pontos termékcsomag összeállítása, ugye itt a regisztrációs
folyamat során, és tényleg gyorsan meg lehet csinálni egy-egy ilyen regisztrációt. Ami még fontos információ, hogy ha bezártad a regisztráció folyamatát, akkor érdemes megnézni az e-mailedet, hiszen ugye, ahogy említettem, a rendszer e-mailben is értesítőt küld a sikeres regisztrációról, és ugye az e-mail postafiókban ellenőrizni kell azt, hogy megérkezette az e-mail az eWord rendszerétől. Ugye nagyon fontos, hogyha nem található a beérkezett üzenetek között ez az e-mail, akkor ellenőrizni kell a spam mappát, ugye a Gmail rendszere nagyon gyakran oda helyezi ezt az e-mailt. De a tapasztalatok szerint ez a regisztráció lezárásától néhány percen belül ez mindig minden e-mail címre megérkezik, tehát ha nem találod, akkor nézz körül alaposabban a postafiókodban, biztos, hogy ott lesz valamelyik mappában. És ugye ezt az e-mailt megnyitva meg fogod találni a tagsági kódodat, ugye meg fogod találni az aktiváló kódodat is, amire szükség lesz az eWord bejelentkezéshez. Ugye itt első lépésben a piros nyíllal jelzett Click Here feliratra kell kattintani, ez fogja megnyitni az eWordnek a bejelentkező oldalát. Ezen az oldalon a legfelső mezőbe kell beírni, ugye az e-mailben található 4-jegyű aktiváló kódot, utána pedig ugye ki kell találni egy új jelszót a jövőbeni belépéshez. Ugye ennek a jelszónak minimum 8 karakterből kell állnia, és tartalmaznia kell nagybetűt, kisbetűt és számot is, egyébként nem fogja elfogadni a rendszer. Ugye ezt a jelszót be kell írni a jelszó megerősítése mezőbe is, és ugye utána lehet a beküldés gombra kattintani. És ugye a következő oldal az pedig már maga a tagsági bejelentkezés oldala, ahova ugye be kell írni a legfelső mezőbe a tagsági kódot, amit szintén ugye megtalálsz az e-mailben. Ugye be kell írni az előzőleg kitalált jelszót, és ugye az oldalon megjelenő kék színű 4-jegyű biztonsági kódot is be kell írni a legalsó mezőbe, és ugye ha minden helyesen van beírva, és a bejelentkezés gombra kattintasz, akkor ugye a sikeres bejelentkezést követően megjelenik egy üdvözlő ablak, ami igazából arról tájékoztat, hogy a regisztrációd az még jóváhagyásra vár. Ugye itt egyszerűen csak rá kell kattintani az OK gombra, és ugye ezt a jóváhagyást a központi iroda végzi el manuálisan, ugye általában 24 órán belül, viszont amíg ez ugye nem történik meg, addig az új tag nem tud szponzorálni, kizárólag ugye a webshopot tudja használni az eWordben, itt más menüpont nem is fog az ő számára megjelenni, ugye csak a webáruház, tehát vásárolni az bármikor tud a jóváhagyásig, de ugye az iroda tájékoztatása szerint ez tényleg nem hosszú idő, tehát 24 órán belül megtörténik, kivéve, hogyha mondjuk péntek este regisztrált valaki, akkor valószínűleg csak hétfőre fogják aktiválni az ő regisztrációját, és hogyha ugye ez a jóváhagyás megtörtént, akkor válik majd teljes egészében láthatóvá és használhatóvá az eWord minden menüpontja, és ugye innentől kezdve lehet új tagokat is szponzorálni. Gyakorlatilag ugye így néz ki a regisztráció és az első eWord bejelentkezés folyamata, és az egyébként tényleg nem vesz igénybe több időt, mint amennyi idő alatt én ezt bemutattam, talán néhány perccel. Jó, a következőben megmutatnám a termékrendelés folyamatát is, tehát amikor már valaki tag, akkor hogyan tud az eWordből termékeket rendelni. Itt az első lépés természetesen be kell lépni az eWordbe, és a webáruház gombra kell kattintani. A következő megjelenő oldalon pedig ki kell választani azt a termék kategóriát, amiben ugye a keresett termék nagy valószínűséggel megtalálható, hogy ezt a termék kategória választást ezt meg lehet csinálni a baloldali menü oszlopon, és meg lehet csinálni középen a képekre kattintva is, tehát mind a kettő megoldás működik, és kattintásra meg fog jelenni a termékeket tartalmazó oldal, és ugye itt semmi más nem kell csinálni, mint ki kell választani ugye a terméket, és nagyon fontos, hogyha egynél többet szeretnél vásárolni belőle, akkor itt a mennyiség mezőben
az egyest át kell írni a kívánt darabszámra, és utána pedig a kék bevásárlókocsi ikonra kell kattintani. Ugye erre a rendszer fel fog dobni egy ilyen kis ablakot, ugye ha más terméket is szeretnél még vásárolni, akkor itt kattints a vásárlás folytatása gombra, és ugye ismételd meg ugyanezeket a műveleteket. Ha tovább szeretnél lépni a fizetéshez, akkor pedig ugye a kosár megtekintése gombot kell választani. És ugye a megjelenő képernyőn itt látni fogod a kosárban lévő termékeket. Ugye ha esetleg valamelyiket mégsem akarod megvásárolni, akkor a piros színű eltávolít gombbal ugye ezt el tudod távolítani a kosaratból. Sőt, hogyha itt jut eszedbe, hogy valamire még szükséged van, akkor ugye a vásárlás folytatása gombbal vissza tudsz lépni a webshopba, és további termékeket tudsz hozzáadni a kosarathoz. És ha eljutottál oda, hogy minden rendben van, akkor pedig ugye a fizetés gombra kell kattintani. Jó, itt kattintás után azt kell kiválasztani, hogy hogyan szeretnél hozzájutni a termékekhez. Ugye itt is személyes átvétel, GLS házhoz szállítás és GLS csomagpont a választási lehetőség. Ugye ha a házhoz szállítást választod, akkor ugye mindenképp ki kell töltened a megjelenő táblázatot a szállítási címmel. Hogyha csomagpontra szeretnéd rendelni a termékeket, akkor pedig ki kell választani a várost és a csomagpont címét, ahova szeretnéd megkapni a termékeket. Hogyha ez megvan, ugye akkor itt a zöld folytatás gombra kell kattintani, és kattintás után ugye ki kell választani a fizetési opciót. Ugye itt is háromféle lehetőség van, ugye az e-point, azaz a bónuszlevásárlás tulajdonképpen, a bankkártyás fizetési lehetőség és a készpénzes fizetés. Ugye itt ebben a példában készpénzes fizetést fogunk választani. Ki kell pipálni, hogy elolvastad és megértetted a felhasználási feltételeket, és ugye ezután lehet a rendelés gombra kattintani, és ugye tulajdonképpen ezzel készpénzfizetés esetén kész is vagyunk a megrendeléssel, ugye megjelenik a sikeres megrendelés visszaigazolása ugye annak minden részletével együtt. Ugye ha ezt a képernyőt látod, akkor biztosan tudhatod, hogy végeztél és sikeres volt a megrendelése. A visszaigazolást ezúttal is kinyomtathatod, vagy ugye akár elkezdhetsz egy másik megrendelést, vagy kiléphetsz a megrendelés folyamatából. Mutatok egy példát a bankkártyás fizetéssel való megrendelésre is. Az első lépés, hogy be kell lépni az e-wordbe értelemszerűen, és ezen belül is kiválasztani a webáruházat, ki kell választani a termékkategóriát, ki kell választani a terméket, ugyanúgy, mint az előző esetben, ugye egynél több vásárlás esetén módosítani a mennyiséget, és a kék bevásárlókocsira kattintani. Ugye ugyanígy feldobja majd azt az ablakot, hogy szeretnéd-e folytatni a vásárlást, vagy pedig megtekinted a kosarat tartalmát. Ugye itt mi most megtekintjük a kosár tartalmát, tehát itt ismét megjelenik a kosárban lévő termék, ugyanúgy el lehet távolítani, ugyanúgy lehet tovább folytatni még ennél a lépésnél is a vásárlást, esetleg itt a mennyiségmezőben lehet növelni, csökkenteni a kívánt mennyiséget, és ugye amikor minden kész van, akkor itt is a fizetés gombra kell kattintani, ugyanígy ki kell választani majd a termék átvételnek a módját, és ha mindennel megvagyunk, a zöld színű folytatás gombbal tudunk tovább lépni, és újra eljutottunk ugye a fizetési feltételekhez. Ezúttal most ugye nem a készpénzes fizetést, hanem a bankkártyás fizetést fogjuk választani. Itt az oldal alján még egyetlen egy dolgunk van, elolvasni és megérteni a felhasználási feltételeket, és ezt ki is pipálni, és ugye ezután lehet a rendelés gombra kattintani. És ugye itt kattintásra a rendszer át fog irányítani az OTP bankkártyás fizetési felületére, és itt ugye semmi más dolgunk nincs, mint beírni a bankkártyánk adatait, és utána legörgetni az oldal aljára, a tovább gombra kattintani. Itt az OTP rendszere még megjelenít egy összesítést a
a bankkártya adatokról, amit ugye a jóváhagyás gombbal lehet elfogadni, ezen szerepel ugye a fizetendő összeg és a bankkártya adatai, és ugye itt a jóváhagyás gomb megnyomása után ugye a rendszer visszatér az e-Word-be, és a tranzakció sikerességét igazoló ablakban tudod befejezni a vásárlást, ugye a kattints, hogy befejezted a fizetésed gombra kattintva, és a következő oldal az már itt is a megrendelés összesítése, ugye ugyanúgy, mint az előző esetben, ez is itt is tartalmazza a vásárlás minden részletét a termékekkel és a fizetési módokkal együtt. Tehát akár készpénzzel, akár bankkártyával is viszonylag egyszerűen le lehet bonyolítani a vásárlást. A következő téma, amit készítettem, a PIN kód igénylése bónusz levásárláshoz. Ugye nagyon fontos az, hogy amikor bónuszt akarsz levásárolni, akkor ahhoz szükséged lesz egy PIN kódra, tehát anélkül nem működik a bónusz levásárlás, viszont a jó hír az az, hogy PIN kódot létrehozni, PIN kódot igényelni is viszonylag egyszerű folyamat, még hogyha az elején nem is tűnik annak. Ugye itt első lépésként természetesen be kell lépni az e-Word-be, ami ha esetleg neked nem magyarul jelenik meg, akkor fölül a menüsoron ki tudod választani a magyar nyelvet, ugye be kell írnod a tagsági kódodat, a jelszódat és a négyjegyű biztonsági kódot, és amikor ugye beléptél az e-Word-be, akkor itt a baloldali menüből ki kell választani a PIN kód igénylés menüpontot. Tehát rá kell kattintani a PIN kód igénylés menüpontra. Ugye itt meg fog jelenni egy oldal, amelyen ugye rá kell kattintani a détek szám igénylése kék színű feliratra. Ha rákattintasz erre a feliratra, és esetleg a képernyőn megjelenő hibaüzenetet jeleníti meg neked a rendszer, ami nagyon gyakran előfordul, akkor ugye ez azt jelenti, hogy sajnos nincs elmentett telefonszámod a rendszerben. Ugye nagyon fontos, hogy ezt a kódot ezt csak SMS-ben tudod megkapni, tehát ahhoz, hogy ugye a rendszer működjön, ahhoz kell, hogy legyen regisztrált telefonszámod az adatbázisban. Most, ha ezt a hibaüzenetet kapod, akkor a bezárás gombra kell elsőként kattintani, és utána alul a személyes információ menüpontban ellenőrizni tudod, hogy valóban hiányzik-e a telefonszám a profilodból. Ugye ezt mindenképpen pótolni kell, mert telefonszám nélkül nem fogsz tudni PIN kódot igényelni. Sajnos a rendszer nem teszi lehetővé, hogy te magad hozzáadd a személyes profilodhoz a telefonszámodat. Itt egy e-mailt kell írni az isc@dxm.hu e-mail címre, és ugye ebben az e-mailben meg kell írnod a telefonszámodat, és kérned, hogy adják hozzá ezt a telefonszámot az e-Word személyes profilodhoz. Ugye ezt én többször is megtettem különböző munkatársak esetében az elmúlt két hétben. Minden esetben 24 órán belül megtörtént ez a hozzáadás, telefonszám hozzáadás, és ugye ekkor tudunk újra nekifutni a PIN kód igénylésnek. De hogyha veled nem ez a helyzet, és neked van regisztrált telefonszámod a rendszerben, akkor ugye neked ez az üzenet fog megjelenni a képernyődön, ami arról tájékoztat, hogy a détek szám sikeresen megérkezett a telefonodra, és ugye ezt 20 percen belül fel kell használnod. Tehát ha nem sikerül 20 percen belül felhasználnod, akkor természetesen kérhetsz újat, de jó esetben ugye, ha a bezárás gombra kattintasz, és megnyitod a telefonodon az üzeneteket, akkor a következő üzenetet kell látnod. Ennek az üzenetnek az elején kék színnel szerepel ugye ez a 6-jegyű détek kódod. Utána visszatérsz az e-Word oldalára, és ezt a 6-jegyű détek kódot ezt be kell írnod a megjelenő mezőben, és ugye rá kell kattintani a beküldés gombra. A következő megjelenő oldalon pedig meg kell adni a személyes PIN kódodat. Ugye a személyes PIN kódod az egy 6 számjegyű számsor, ugye ezt neked kell kitalálni, és be kell írnod ide a felső PIN kód mezőbe, és utána ugyanezt a PIN kódot be kell írni az alsó ellenőrző mezőbe is, és érdemes ezt a 6-jegyű számot nagyon jól megjegyezni, akár írd is fel magadnak, mert ugye enélkül nem fogsz tudni bónuszt levásárolni semmilyen módon. És ugye ha
kitaláltad és beírtad a saját személyes PIN kódodat, akkor a beküldés gombra kell kattintanod, és ugye a rendszer ki fogja neked írni, hogy a PIN kódot sikeresen módosítva lett, hát ugye ez első alkalommal ez létrehozva lett, nem is módosítva. Ezt később ugyanezzel a metódussal lehet módosítani is. Jó, tehát ez a PIN kód kell ahhoz, hogy bónuszt tudj levásárolni a rendszerben. És hogyha már van PIN kódunk, akkor nézzük meg, hogy hogyan működik a bónusz levásárlásnak a folyamata. Természetesen ez is azzal kezdődik, hogy az e-worldbe belépve ki kell választanod a webáruházat, ki kell választanod a termékkategóriát, lépve ugye szintén ki kell választanod a terméket, meg kell adnod a mennyiséget, és a kék bevásárlókocsi ikonra kell kattintani. Ugye ez már remélem ismerős folyamat, itt szintén lehet a vásárlást folytatni, vagy lehet a kosár megtekintésére kattintani, a kosár megtekintésére kattintunk, amire ugye megjelenik szintén a kosár tartalma. Itt még mindig lehet a mennyiségen változtatni, eltávolítani, vagy a vásárlást folytatni, de ha minden rendben van, akkor ugye itt is a fizetés gombra kell kattintani. Ugye jön a már jól ismert szállítási módok kiválasztása, házhoz szállítás esetén ugye a szállítási cím megadása és a folytatás gombra kattintás, és ugye már is megjelent nekünk a fizetési opciókat választó oldal, és ugye itt kell kiválasztani az e-point opciót, ugye ez lesz a, és ez a bónusz levásárlásnak a lehetősége. És ugye itt az e-point bejelölése után az oldal alján ki kell pipálni a felhasználási feltételeket, és ugye utána lehet a rendelés gombra kattintani. A rendszer a következő képernyőn ugye megjeleníti azt az összeget, amit a bónuszodból ugye fel tudsz használni a vásárláshoz. Ugye ez maximum vásárlási értéknek a 80%-a lehet. A következő lépésben ugye itt a PIN kód mezőbe be kell írnod az általad létrehozott PIN kódot, és utána ugye a tovább gombra kell kattintani. Nagyon fontos, itt a détek mezőt üresen kell hagyni. A détek mezőt ebben a folyamatban ugye csak abban az esetben kell használni, hogyha korábban nem igényeltél PIN kódot. Ugye ilyen esetben a détek szám igénylése szövegre kell kattintani, és ugye a telefonodra üzenetben érkező 6 számjegyű détek kóddal is folytatni tudod a bónusz levásárlást. Ugye ez a détek kód viszont ugyanúgy, mint a PIN kód létrehozásának esetében, ez 20 percig lesz csak érvényes, tehát ezt is használhatod. Ugye azért egyszerűbb PIN kódot használni, mert azt beírva azonnal tovább tudsz lépni, és nem kell ugye újból a telefonodat elővenni és várni a détek kódot, hanem ugye a PIN kód használatával nagyon egyszerűen folytatni tudod a vásárlást. Ugye itt, ha tovább gombra kattintasz, akkor itt a rendszer már a sikeres tranzakcióról tájékoztat, és ugye itt látod a felhasznált bónusz összegedet, és a bónusz összeg alatt láthatod még a megmaradt egyenlegedet is, tehát itt látod azt, hogy mennyi bónuszt tudsz még esetleg a vásárlásokra későbbiekben felhasználni. Ugye itt semmi más dolgunk nincsen, mint a kész gombra rákattintani. És ugye a következő megjelenő oldalon pedig azt kell kiválasztani, hogy a fennmaradó összeget azt ugye bankkártyával vagy készpénzzel szeretnéd-e kifizetni. Bejelöljük most a bankkártyát, és rákattintunk alul a rendelés gombra. Ugye itt újra ki kell pipálni, hogy megértettük és elolvastuk a felhasználási feltételeket, és ugye utána lehet a rendelés gombra kattintani. A rendszer a jól ismert metódus szerint átirányít minket az OTP bankkártyás fizetési felületére, megadjuk a bankkártya adatokat, az oldal alján a tovább gombra kattintunk, és ugye a végén a jóváhagyás gombbal be tudjuk fejezni a fizetést, amire ugye újra kapunk egy értesítést az e-worldtől, hogy a vásárlási státuszunk az feldolgozott állapotba került, sikeres tranzakció, újra hosszú kék gombra kattintva be tudjuk fejezni a fizetést. Meg is kapjuk ugye a megrendelés visszaigazolását, a vásárolt tételek és a különböző fizetési módok, összegek minden részletével együtt, amivel
meg kell barátkoznunk, az, hogy kétféle fizetési opciót kell egymás után végrehajtanunk, tehát egyszer fel kell használnunk a bónuszunkat, és másodszor pedig ki kell fizetnünk a fennmaradó összeget. Ugye így működik a bónuszlevásárlás. És akkor van még egy példám a DSP levásárlásra is. Ugye a DSP levásárlás is ugyanúgy kezdődik, mint bármilyen más vásárlás, tehát belépünk az eWorldbe, rákattintunk a webáruház gombra, kiválasztjuk a termékkategóriát, ugye megkeressük a vásárolni kívánt terméket, beírjuk a mennyiséget, és ugye rákattintunk a kék bevásárlókocsi ikonra, ugye rákattintunk a kosár megtekintése gombra, ugye a kosárból azonnal tovább tudunk menni, ugye a fizetésre kiválaszthatjuk a szállítási módokat, ugye a szállítási módok kiválasztása után esetleg meg kell adni a szállítási adatokat is, ugye a csomagküldést választottunk, és ugye a következő ablakban fog megjelenni sárgával kijelölve ugye a DSP egyenlegünk, tehát akinek van DSP egyenlege, annak a számára ugye ez mindig meg fog jelenni, ez a sárgával kijelölt sor, ami mutatja ugye a DSP forint összeg egyenlegét, és mutatja azt is, hogy ez a keretösszeg ez milyen dátumig használható fel. Ugye itt ki kell pipálnunk a sor elején lévő kis négyzetet, ugye ezzel jelezzük azt, hogy szeretnénk DSP kedvezményt felhasználni a vásárláshoz, és ugye amikor kipipáljuk ezt a kis négyzetet, akkor itt jobb oldalon a megrendelés összesítő ablakban, itt azonnal meg is jelenik a DSP kedvezmény, ugye ez a 10%, amit ugye a táblázat szerint a rendszer azonnal le is von a fizetendő összegből. Ezen az oldalon rögtön kell is választanunk egy fizetési opciót, ugye itt én most a készpénzes fizetést választottam, ugye itt is már a jól ismert felhasználási feltételek elfogadását kell kipipálni, és a rendelés gombra kell kattintani, és gyakorlatilag meg is történt a megrendelésünk, tehát a következő oldal az már a megrendelés visszaigazolása, ami szintén ugye részletezi a vásárlásunk mindenféle részletét a termékektől kezdve ugye a fizetési módokig. Gyakorlatilag ennyi volt a DSP felhasználás, és amit érdemes megjegyezni, hogyha valakinek van DSP kedvezménye és terméket vásárol, akkor ez a sárga mező, amiben láthatók a DSP információk, ez minden esetben meg fog jelenni a webáruházban, és ugye a sor elején lévő kis négyzet kipipálásával lehet eldönteni azt, hogy akarok vagy nem akarok DSP kedvezményt felhasználni. És akkor azt hiszem, hogy már csak egy olyan téma van még, amit nem érintettünk, ugye ez a csoportos rendelés, ugye erre is készítettem egy útmutatót. Ugye csoportos rendelés esetén ugye az eWorldbe belépve nem a webáruházat, hanem a csoportos rendelés menüpontot kell választani. És ugye a következő megjelenő oldalon ugye meg fog jelenni a saját tagsági kódod és a neved. Ugye a csoportos vásárlásnak az első tagja az mindig csak te lehet személyesen. Tehát csak úgy tudsz csoportos rendelést leadni, hogyha saját magadnak is szeretnél rendelni. Tehát olyan opció sajnos nincsen, hogy csak csoporttagok számára szeretnél rendelést leadni, tehát ugye az első felhasználó, az első vásárló az mindig te vagy, és ugye a rendszer automatikusan ki is írja az adataidat, ugye itt nem kell más csinálni, mint a tovább gombra kattintani. Jön a jól ismert termékkategória választás, vagy a menüből, vagy a középső képek közül. A termékek esetében ugye a mennyiség kiválasztása, a kékszínű bevásárló kocsira kattintás, ami után ugye megjelenik a következő ablak, amiben tudod folytatni a vásárlást, tehát ha más terméket is szeretnél még a kosárba tenni, megteheted, vagy pedig tovább tudsz lépni a következő vásárlónak a rendeléséhez, ugye erre rá kell kattintani a vásárlás új kódra gombra, ugye itt meg fog jelenni egy üres mező, ahova be kell írnod a munkatársad
tagsági kódját, ugye, akinek a nevére szeretnél vásárolni, és ugye rá kell kattintani az ellenőrzés gombra, és ha rákattintasz az ellenőrzés gombra, akkor ugye a tagsági kód alatt meg fog jelenni a kódhoz tartozó név. Hogyha ez is rendben van, akkor itt a tovább gombra kell kattintani, ugye újra termékkategóriát választani, újra terméket választani, mennyiséget beírni, bevásárlókocsiikon tovább lehet menni a következő vásárlóra. Ismét megjelenik ugye az üres tagsági kódablak, ahova be tudod írni a következő munkatársadnak a tagsági kódját. Ugye az ellenőrzés gombra ugyanúgy meg fogja jeleníteni a munkatársad nevét. Ugye nagyon fontos, hogyha esetleg elrontod a tagsági kódot, rosszul írod be, akkor mielőtt tovább mennél, ugye ki tudod ezt javítani, hiszen az ellenőrzés gombra nem fog megjelenni a munkatársad neve, vagy esetleg valaki másé fog megjelenni, tehát ezt még tudod javítani, és ugye utána lehet a tovább gombra kattintani. Ugyanaz a folyamat, ugyanúgy termékkategória választás, ugyanúgy mennyiség választás és kék bevásárlókocsiikon. Ugye ebben a példában én most 3 munkatárs nevére vásároltam, tehát most nem megyünk tovább egy negyedikre. Egyébként ebben a rendszerben maximum 5 munkatárs nevére tudsz vásárolni, vagyis hát saját magadnak plusz még 4 munkatársadnak. Most viszont ugye tovább megyünk a kosár megtekintése gombra, itt befejeztük a vásárlást. És ugye ebben az esetben a rendszer megjeleníti a kosár teljes tartalmát, ugye, részletesen tagokra lebontva, és ugye nagyon fontos, hogy ezen az oldalon még bármin változtathatsz. Tehát ugyanúgy eltávolíthatsz termékeket a kosárból, ugyanúgy csökkentheted vagy növelheted a darabszámokat, folytathatod a vásárlást egy-egy tag esetében, tehát itt még bármit csinálhatsz, és ugye akkor kell a fizetés gombra kattintanod, ha már tényleg minden rendben van, mindenkinek azt vásároltad, azt tetted a kosárba, amit kért. Ugye a fizetés gomb, szállítási mód kiválasztása, ami ugye személyes átvétel választása esetén ugye történhet ugyanúgy bónuszlevásárlással, bankkártyával vagy készpénzes fizetéssel. Ugye itt ami nagyon fontos, hogy ebben az esetben a bónusz levásárlás az csak a saját bónuszod lehet, tehát a munkatársaid bónuszait ebben a rendszerben nem tudod levásárolni, csak a sajátodat. Ha pedig ugye GLS házhozszállítást vagy GLS csomagpontot választottál, akkor ugye szintén bónusz levásárlás, banki átutalás utánvét vagy bankkártyás fizetés lesz a választható opció. És ugye, ha kiválasztottad az átvételi módot, akkor szintén a folytatás gombra kell kattintani. Itt ugye ki kell választani a fizetés módját, ki kell pipálni a felhasználási feltételeket, és ezután lehet ugye a rendelés gombra kattintani, és ugye itt is a záró oldal az a megrendelés visszaigazolása, ugye amelyben tételesen tagokra, tagkódra lebontva megjelenik az összesítő, minden tag esetében megmutatja, hogy milyen termékeket tettél a kosárba, ez mennyibe kerül, milyen módon történt a fizetés, tehát ugye ezt a részletes összesítőt megjeleníti az oldal, és gyakorlatilag ezzel véget is ért a csoportos megrendelés, ugye ugyanezt az összesítőt, ezt e-mailben is el fogja küldeni a rendszer. Tehát ez volt a csoportos megrendelés. Én azt javaslom, hogy használjátok bátran az e-Wordöt, nyugodtan kísérletezzetek vele. Nem igazán lehet elrontani ezeket a megrendeléseket, ahogy ugye az elején említettem, én még hibát sem tapasztaltam az elmúlt 2 hétben, tehát tökéletesen működött minden opció. Ha esetleg ez nem szimpatikus nektek, vagy valami miatt idegenkedtek az e-Word használatától, akkor ugye még mindig működik az e-mailes termékrendelés is természetesen. E-mailben is bármilyen terméket meg tudtok rendelni, akár saját részre, ugye akár munkatársak számára is. Ugye érdemes ezt a
ezt az e-mail mintát elmenteni a levelező rendszeretekben, és ugye ezzel az e-maillel nagyon egyszerűen lehet termékeket rendelni. Természetesen nem csak kettő, hanem bármennyi tag részére is, ugye ha ezt az e-mailt elkülditek, akkor erre fogtok kapni a központtól egy visszaigazolást, és ugye ezt az e-mailes megrendelést ki lehet fizetni banki átutalással, vagy pedig utánvéttel is. Hát ez az, ami nagyon üzembiztosan működik, ugye ezzel aztán tényleg nem lehet tévedni. Működik a telefonos megrendelés is, ugye ezt is használhatjátok bátran. Látható a képernyőn a telefonszám, és ugye az, hogy mikor lehet ezt a telefonszámot hívni. Telefonon is tudtok rendelni saját részre termékeket, tudtok a munkatársaitok részére rendelni. Ugye ezen a módon nem csak 5, hanem akár 10 fő részére is lehet csoportos rendelést leadni. Működik a telefonos rendelések esetében a jutalék vagy a DSP levásárlás is, akár a munkatársaid jutalékát vagy a DSP kedvezményét is tudod érvényesíteni. Tehát ugye az e-Word-ben ez nem működik, de a telefonos megrendelésnél igen, tehát ha te olyan csoportos rendelést szeretnél leadni, amiben ugye többen szeretnének jutalék vagy akár DSP kedvezményt is igénybe venni, akkor erre van lehetőség. És ugye nagyon fontos, hogy minden tag esetében a névre, a DXN tagsági kódra és a születési dátumra lesz szükség, ugye, amit telefonon be kell majd diktálni. Viszont ugye jutalék vagy DSP levásárláshoz kell majd a PIN kód is, tehát hogyha valaki igényelt már a munkatársait közül PIN kódot, akkor fog kelleni az ő PIN kódja is, anélkül ugye nem lehet telefonon sem érvényesíteni a bónusz levásárlást. Ugye ez is egy nagyon egyszerű módja rendelésnek, ugye tehát ez az e-mailes rendelés és telefonos rendelés, ez folyamatosan működik, nagyon egyszerű mind a kettő, de ezzel együtt érdemes ugye barátkozni az e-world rendszerével. Amint láttátok, ugye az sem túl bonyolult, csak egy kicsit rá kell érezni a logikájára. Úgyhogy én ennyit szerettem volna nektek mutatni, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, remélem, hogy kicsit hozzá tudtam járulni ahhoz, hogy ezen túl bátrabban használjátok ezeket a rendszereket.